Kicsi András egy politikai karrierista, így is mondhatnám. Én ezt a szerepet szerettem, hogy ez egy összetett szerep, hogy ez nem egy fekete-fehér szerep, bár első ránézésre úgy tűnik, de hogy mégis van benne valami rokonszenves, van benne valami huncut, van benne valami borzasztó is, valami rideg is, valami kíméletlen is. Volt egy pillanat, sose felejtem el, kim voltunk a Göbölyjáráson, nem is tudom melyik díszletben, de ott ugye a Hajdukkal ültünk egy lovon, hajnal volt, gyönyörű volt a természet, már nyár volt, és zöldelt minden, de közben a pára szállt föl ott a patak fölött az erdő mellett. Ültem egy lovon, és mögöttem a Hajduk, és azt vártam egy tessékre, hogy bevágtázhassunk egy várba, és azt éreztem, hogy valami olyan gyermeki boldogság öntött el ott abban a pillanatban, hogy azt mondom, hogy na hát valami ilyesmi volt, amikor én színész akartam, ilyesmit képzeltem el, hogy ilyen dolgok történnek velem, és ezért nagyon hálás vagyok, hogy ez megtörtént. Itt, amikor kialakult, hogy milyen lesz a Géci jelmeze, már abban is volt egy gondolkodás, hogy neki ne legyenek nagy veretes dolgai, mert nem egy harcos valaki, hanem inkább az észembere, tehát egy ilyen rugalmas, könnyed, ezért kis fegyvereket választottunk, az én kardom a legkisebb az egész filmben szerintem, nem is használja nagyon. És valahogy ez, hogy ezt a jelmezt felvettem, ez egy szűk jelmez volt, meg volt egy deréköv, egy szorító valami volt, minden ilyen patent volt rajtam gyakorlatilag, ez egyből megadta ennek a figurának ezt a kimértségét, ez, hogy nem kell nagy gesztusokkal gesztikulálni, hogy nem kell ugrálni jobbra-balra, meg lépegetni, hanem elég csak figyelni a tekintetével jobbra-balra, és ez bőven elég. Van egy trükk is ebben a produkcióban, azt hiszem, hogy ez azért nem egy vegytiszta korrajz. Tehát itt ez soha nem is volt szándék, és ebben a rendező és a producerekkel is erről beszéltünk már a forgatás elején, amikor olvasópróbák voltak, meg próbák, hogy ez egy ilyen furcsa átmenet, ahol tulajdonképpen egy kicsit maiak vagyunk, egy kicsit olyan ma is felismerhető karakterek, nem egy az egyben ábrázolunk korabeli embereket, korabeli viselkedéssel, korabeli gesztusokkal, sőt a frizuránk se, a toalett sem feltétlenül, hanem egy kicsit ilyen mai is, tehát hogy ilyen csiki-csuki az egész világa ennek, ami lehet pozitív, mert egyszerre ismerős, de egyszerre unikális vagy egzotikus is, mert hogy nem mai. Úgyhogy ebben aztán nem voltak ilyen kikötések, hogy nagyon kell vigyáznunk valamire, hogy ez azt most nem lehet. Mert valahogy belefértek olyan dolgok is, mint hogyha az ma lenne. Nagyon jó munka volt. Egy ilyen örömmunka, igazi örömmunka volt. És nagyon-nagyon drukkolok a sorozatnak, hogy jól sikerüljön, mert olyan igazságtalan, hogy egy ilyen jó munka után valami nem sikerül, vagy rossz fogadtatása lesz, vagy ilyesmi. Úgyhogy én teljes összes imáimmal azon vagyok, hogy ez jól sikerüljön, és szeressék a nézők, és valóban így is volt, hogy szerintem ilyen életre szóló barátságok szövődtek, én azt érzem. Tehát az, hogy mi a Pataki Ferivel, a Katona Petivel, Lukács Danival megalkottuk a Feláldozhatók csoportot, konkrétan ez a nevünk, és most van egy külön Facebook csoportunk négyünknek, és mint egy ilyen teljesen különböző korú, habitusú, alkatú ember, ilyen nagyon szoros barátságba kerültünk, és így közös kocsmázásaink vannak esténként, összejövünk előadás után, egymásunk, hogy ki mikor, hova ér rá, most is szervezzük, hogy mikor találkozhatnánk legközelebb, tehát egy ilyen, és én azt éreztem, hogy ez annyira jó dolog, hogy nem egy helyen dolgozunk, soha nem találkoztunk eddig. Érződik egy anyagon, amikor olvassa az ember, hogy ez jó lesz, tehát hogy jó az alapanyag. Tehát nyilván el lehet rontani, meg de én nekem bőven elég lenne az ebből az egész sorozatból, ha ugyanaz a dolog kijönne a filmből, mint amit az olvasópróbán éreztünk.